A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Dr. Szegő Péter orvos igazgató a vendégünk az Ormos Intézettől. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Doktor úr, a maga térde sosem fáj, kérdezhetek? Még nem. És ha igen, akkor milyen módszert ajánl ennek gyógyítása? Vasárnap beletettünk 15 km gyalogtúrát, úgyhogy kiválóan vizsgázott, köszönjük szépen. És a nagy időjárás változások ellenére sem fájt a térde? Mert azt látom, az ízületesek erre panaszkodnak. Ez egy érdekes kérdés, mert ebből most lesz egy pár, hát ugye mai napon is van egy kisebb hidegfront, meg a hétvégén is lesz egy jó nagy változás, mind a kettő, hát hőmérsékletben is, csapadékban is, páratartalomban is minden, hogy megváltoztatja a környezet viszonyait, és valóban ez az ízületeket fizikai és hát mondjuk gyulladásos valójukban érinti. Ami azt jelenti, hogy valóban fájdalmasabbá válhatnak ezek a dolgok, és az ízületen belül gyulladásnak az intenzitása is megváltozhat akkor, amikor az időjárás akkorát változik, amekkorát majd hétvégén fog. Mert azért azt lehet tudni, hogy a mai változás azért az, hát ha akarom, változás, ha akarom nem, de inkább pszichésen befolyásolja az embereket, a hétvégi az lesz majd az izgalom. És hogyha egy ilyen időjárás változás hatására az ember érez fájdalmat, akkor tuti baj van, vagy, hát, valami nem vagy oké. Nincs vagy. De valami nem oké. Tehát azt tudni kell, hogy ha időjárás változásról beszélgetünk, akkor az mindig úgy rámutogat a gyenge pontokra. Mert hogyha valami egyébként nem panaszos, egyébként nem fájdalmas rendben van, akkor azt nagyon az időjárás változás sem tudja kibillenteni a sodrából. De hogyha időjárás változás alatt valami panaszt kezdünk érezni, akkor ott egy gyenge láncszem van, és annak utána kell menni. Tehát azt el lehet mondani, hogy mondjuk ha időjárás változáskor egy nagy ízület fájdalmassá válik, akkor azzal ott valami nem stimmel. Hogy mi nem stimmel, ez egy nagyon érdekes kérdés. És akkor hűteni kell, vagy fűteni kell? Tehát mondják sokan, hogy hideg borogatás, más az meleg dunszkötés. Más és más a kettő. Tehát, hogyha be van durranva egy ízület, és látja az ember, hogy vörös duzzat, hát azt nem feltétlenül fűtögetném, mert az onnantól kezdve az csak olaj a tűzre. De hogyha az van, hogy mondjuk egy kopott ízületről van szó, és azért is fáj, mert mondjuk a környező szalagok meg az izmok azok úgy egy ilyen kényszer helyzetben, kényszer pozícióban vannak azért, hogy a beteg izületnek a helyzetét azért mégiscsak valahogy stabilizálják, és ez a fájdalom a húzódás miatt van, akkor onnantól kezdve a fűtésnek azért van értelmem, az meg lazítja ezt az egészet. Tehát, hogyha valaki ilyenkor meglocsolja mondjuk este a fürdésnél egy jó nagy adag meleg vízzel a lábát, akkor utána könnyebben fogja érezni. Aztán másnap reggel indul az egész előről, tehát ez egy átmeneti az enyhülés. Hát azt kéne elérni, hogy ezzel a dologgal, ezzel hosszú távon legyen. És akkor ez a bizonyos PRP kezelés, ezt hogyan tudja elérni? Ja, hát igen, a PRP kezelés, ugye erről számtalan szor volt már szó, időről időre visszatérünk rá. Ez alapvetően akkor jó, hogyha az említett kopásról van szó, tehát az ízületnek a porc betétjei, a porc felszíne úgy alakult át, hogy már azt a feladatát nem tudja ellátni, amit kéne, és emiatt fájdalmat érez a beteg. Most, hogy az a fájdalom ez bejáródással van, és elmúlik, vagy már nem járódik be, és nem múlik el, ez egy jó kérdés, de ilyenkor regenerálni kéne azt a porcot, ami rendelkezésre áll még, ha van még porc, és ezt lehet ezzel a PRP injekcióval megtenni. Én azt kell mondjam, hogy viszonylag szellemes, mert ugye a saját gyógyító kapacitásunkat koncentráljuk egy olyan területre, ahol arra egyébként a szervezetünk ilyen intenzitással biztos, hogy nem lenne erre. De milyen módon koncentrál? Úgy, hogy ugye amire nekünk szükségünk van ebből az egészből, az tulajdonképpen azok a különféle növekedési faktorok, gyulladásos faktorok, amik a bérlemezkékbe csomagoltan megvannak. A bérlemezkék azok rendkívül jó szállító közegek, tudnélik, jelre fogják magukból kiüríteni ezt az anyagot, egyébként megtartják magukban, és őket, mint kiszállító zsákokat, kiszállító eszközöket használva, ezt a koktélt be lehet juttatni olyan ízületekbe, nagy ízületekbe, térbe, csípőbe, akár vába is, ahol erre ekkora koncentrációban szükség van. És onnantól kezdve, saját levet vérünkre gyógyítjuk. Így van, pontosan. Tehát az arról van szó, hogy itt a pacienstől veszünk egy meghatározott mennyiségű vért, ebből izoláljuk a vérlemezkéket, és ezt a vérlemezke koncentrátumot helyezzük be az ízületbe. Ez hányszor injekció? Hát attól függ, hogy milyen súlyos az állapot. Egy, kettő, három esetre válogatja. A javulás az folyamatos, vagy mondjuk a harmadik után? De először, amikor bekapja az ember, azért ez egy mennyiség. Tehát ilyenkor elkezd feszülni az ízület, és ezt érzik is általában. Először rosszabb. Először mondjuk, hát rosszabbnak nem mondanám, csak más érzés az embernek a térde, aztán ahogy elkezdenek a helyükre kerülni a dolgok, és elkezdődik az a regenerációs folyamat, ami végül is a célja lenne ennek az egésznek, akkor onnantól kezdve lesz ez folyamatosan jobb és jobb. Örök élet? Vagy azért ismételni kell, hogyha...
újra. Egyetlen dolog, ami, tehát az életünk az, ami örök életre szól, ezt lehet mondani, de egyébként hát nem lehet azt mondani, hogy örök élet sajnos. Tehát valamiben tönkre ment az, az az adott ízület. És az a helyzet, hogy a betegek azt a életvitelt, ami tönkretette végül is az ő ízületüket részben, azt azért nem nagyon szeretik feladni. Most onnantól kezdve, hogy ezt nem adják fel, onnantól kezdve az ízületük előbb-utóbb vissza fog alakulni a kiindulási állapotra. Ez az esetek jó részében egyébként évekről van szó, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez két hét alatt megtörténik. Hát utána vagy meg lehet ismételni ezt a, ezt a kezelést, vagy hát megint tisztázni kell az ízületnek az állapotát, mert lehet, hogy akkor meg már túlhaladott azon a ponton. És itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az ne a végén kérjék ezt a kezelést, mert hát időben tesszük kell az ízületet, akkor ez már nem jó. Amikor a panaszok kezdődnek, akkor érdemes ezzel foglalkozni. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy itt volt egészségügyi perceinkben vendégünként. A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.